Sziasztok mindenkinek! A mostani alkalommal a YouTuber's Life nevű játékkal fogunk foglalkozni, és ezt fogom nektek bemutatni. Igen, tudom, erről a játékról készült vagy fél száz gameplay magyar tartalom. Viszont ebben a videóban leginkább a cél a játéknak a bemutatása lenne, már aki ezt nem ismeri, valamint egy kicsit a játékkal való foglalkozás abból a szemszögből, hogy milyen a játék első látásra. Első látásra igen, mert ezzel a játékkal korábban nem játszottam, valamint nem is láttam ezekből a gameplayekből egyetlen se. Szóval itt tényleg friss lesz az élmény, és ezt szeretném nektek átadni. És így megismertetni veletek ezt a játékot. Na de elég a szóból, kezdjünk játszani! Itt vagyunk a főmenüben. Erre a játékról tudni kell, hogy 2016-ban jött ki, és Steamen megvásárolható. Ha röviden össze szeretnénk foglalni, miről szól a játék, akkor ez a YouTube-osok életével foglalkozó szimulátor, vagyis egy YouTube-os Sims. És itt van maga az intro, ami bemutatja, hogy egy külön világot kaptunk, és végül mindent meg is csináltunk. Igen, elhagytuk a földet, és földön kívüliek lettünk. És én lettem a legnépszerűbb YouTuber. Azt, amit értem el, hihetetlen. Én vezetem a saját hálózatomat, hát itt tényleg van minden. És ez egy hosszú és nehéz utazás kezdete. És minden honnan indult? Innen, ebből a szobából. Not bad. Az intro után elérkezett a pillanat, hogy megalkossuk saját karakterünket. Választunk ki egy személyiséget. Valamint, hogy mivel foglalkozzon a csatorna. Hát mondjuk lenne még egy pár tippem. És adjuk meg a nevünket. Valamint adjuk meg a csatornánknak a nevét. De itt vagyunk végre már a szobámba. És itt van egy ágy, amit természetesen egy jó YouTube-os vlogarásra használ, illetve minden másra, csak nem éppen alvásra. Viszont mi most egy kicsit pihenjünk. Hű, ez igen. Így kéne aludni mindenkinek. Mi a francnak átöltözni, meg ilyenek? Hát ez csak időveszteség és no time to waste. Szóval csak így feküdjünk be, cipőstünk mi egymás. Az ágy se gyűrődik meg, de mi azért rendesek vagyunk, szóval elsimítjuk a semmit is. És így akkor ami fontos, a VASD-vel lehet a kamerát mozgatni, az egérgörgővel lehet nagyítani, illetve kicsinyíteni, valamint a Q-val és az E-vel lehet a kamerát forgatni. Az egérrel pedig ki lehet jelölni azt, amit éppen használhatunk. Most például nézzük meg a játék kínálatunkat. Jó, sok van, Empire Planet 2, és ebből kiválaszthatjuk, hogy milyen fajta videót akarunk csinálni. Én erre mennék, de ez per pillanat nem elérhető. De lehet gameplayezni, szóval maradjon a gameplay. Ezután állítsuk be a technikai paramétereket, például milyen legyen a webcam minősége, még milyen számítógép legyen, mikrofon minőségét, szűrőt, és hogyha minden rendben van, akkor mehet is. És adjunk meg valami jó nevet, mondjuk legyen valami kreatív név, ami nagyon jó lenne első gameplaynek. Nem tudom mi legyen. Nagyon megvan az ötletem. Ez azt hiszem jó is lesz, igazi YouTube kompatibilis figyelemfelkeltő cím. És kezdjünk is bele a munkába. Nézzük meg. Itt felvesszük a jelenetet közben webkamerával. Valami facecam természetesen. És vágjunk be ilyen kártyákat, hogy milyen reakciókat csinálunk. És erre pedig kapunk egy színes értékelést. Többet nem is lehet. Úgyhogy most már csak a videót be kell szerkeszteni, ami ennyiből áll, hogy be kell húzni a képkockákat. Valamint láthatjátok, mennyi ideig tart, míg a videó elkészül. Valamint mennyi a feltöltési idő. Atya úristen. Na, de megkapjuk az értékelést. Milyen lenne a videónk, milyen lett. Hát kezdésnek biztos elmegy. Oké, rendben. Szuper! Na, akkor most már várjuk meg, mikor töltődik fel.
A feltöltésnek az állapotát itt láthatjátok. Ez a rendelés időt mutatja, a másik pedig közvetlenül magát a feltöltést. Valamint itt láthatjátok a csatornára az infókat. Hát láthatjátok, hogy még nincsen se feliratkozom, se nézőm. Hát pedig iratkozzatok fel, hamarosan nagy videók lesznek, jó videók lesznek. Na, de addig nézzük át, amíg nincsen, hogy addig milyen hírek vannak, mi egyebek. Rendben, oké. Na, de most már végre feltöltődött a videó, és nézzük meg. Ó, jött egy negatív komment. De kaptunk szerencsére 4 jót. Ó, tetszenek ezek az értékelések, ezek a kommentek. Aha, szóval te vagy ez a negatív. Na, akkor téged ban, tilt, minden, még az életből is. Na, nem baj, fogadjuk el, és örüljünk neki. Még egy kicsit nézzünk szét ebbe a szobába, mik vannak. Van ott egy Nokia 3210-es. Az igen. Valamint van egy TV, ahol természetesen gameplay videókat lehet csinálni. Hurrá! És miközben megy a szerkesztés... Hoppá, megvan az első feliratkozó! És azt hiszem, hogy sikerült befagynom. Miután újraindítottam, folytatódik a videó. Egy pillanat. Most, hogy kiérömködtük magunkat, nézzünk egy kicsit az ajtón túlra is. Na, ott van például anyu, aki takarít. Rá nem lehet kattintani meg semmi. Viszont az ajtóra lehet, nézzük meg milyen opciók vannak. Tanulás, valamint kaja. Hát tanulni, hát az minek, mikor ott a YouTube. Hát azért enni azért mindenképp kell. És ha már lehetőség van, akkor együnk is. A hűtő előtt, hát nem tudom mennyire életszerű. Én mondjuk úgy képzelném el a YouTube-osok életét, hogy ott a számítógép előtt kőkeményen be van készítve minden kaja, innivaló ilyesmi, sör. Vagy lehet, hogy ez csak nálam van így. Ó, közben nagyon ki vagyunk ám fáradva. De nem szabad engedni. Nézzük az elsők, szóval tolni kell a videózást. Már a jobb felső sarkot néztük, nézzük meg, hogy mi van itt a bal felső sarokba. Ez micsoda. Aha, ezeket a kártyákat oldottam fel. Nem rossz. De nagyon aktiválta magát, hogy tanuljak jobban. Hát de vidék tanuljak, mikor itt a YouTube. Ebből kell megélni, kész. Jöjj, itt a másik, próbáljak dolgozni. Munkát vállalni, ugyan már. Hát ez nem menő dolog. Inkább nézzük meg ezt a telefont. Ó, micsoda nagy 3210-es. Ellison, na vele mindenképpen beszélgetni kell. Hát ha már ilyen szimszerű a játék, akkor be kéne már ismerkedni, be kéne már csajozni is. Beszélgetésünk eredménye pedig... Na jó, ennyire ne legyen már illetszerű a játék. Én kedvellek, de... Jaj, hagyjuk már ezt a szöveget, legalább játékban ne. Na, új nap, új remények. Nézzünk fel a boltba. Miket lehet venni? Egyúttal megnézzük, milyen oldalak vannak. Lehet a boltokba venni itt konzolokat. Továbbá lehet venni játékokat és számítógépet, fejlesztéseket. Amúgy én egy kicsit kevesle veszt a képernyőt. Szerintem sokkal több oldal lehetne így megnyitva. Az leggyakrabban használt oldalakat is simán belül lehetne tenni, amit egy YouTuber szokott használni. Várjatok, most van egy ötletem. Mindjárt jövök. Na, ez így már mindjárt más. Na, ezzel már elégedett vagyok. Na, de vettem egy játékot. Ugyanakkor a számítógépen, mintha valami probléma lenne. Nézzük már rá, ez neked nem stimmel, ez nem biztos, hogy jó, hogy ilyet csinál. 600 MHz-es számítógép és 20 dolcsiba kerül a szerelő. Nem á. Ticket már itt is van. Az igen, te teleportálsz, vagy itt álltál már, hogy tudjad, hogy izé. Ja, te megvártad, hogy izé mikor fizetek és már jössz is. Jó, rendben, azért kifizetem. És ennyi volt. Jó, rendben, oké. Ez megért a 20 dolcsit. Na nézzük viszont, mert valami fejlesztéseket javasol. Ezt mondtam előbb is, hogy vannak ilyen oldalak, ahol lehet fejleszteni a számítógépet.
miket lehet itt venni. Lehet, hogy tudjátok, számítógépház, webcam, monitor, egér, van itt minden, csak legyen pénz is hozzá. És megjött az, amit már rendeltem, szóval jöhet egy unboxing videó. Beedítsa, hogy unboxing videó. Pedig a új billentyűzetről feltétlenül kell csinálni. Na de bejött a szobába anyu. Na, vajon mit akar mondani? A rákattintok, nem történik semmi, szóval neki kell elindítani a dolgokat. Beszélj már, mi van anyu, mert nekem menni kell kajálni. Nem mond semmit. Akkor feléje indulok, akkor sem. Megfagyott egy helybe. Hozom mindjárt a ventilátor, ja nem a ventilátor, hanem a fűtőtest kéne. Na de csináljuk a videókat, és nagyon kell a feliratkozó, szóval adjuk meg címbe is, hát ez lesz a legjobb motivációs erő. Így van, please, mert természetesen azt is kell, meg felkiáltójel, minden adott. Na, és majd figyeljük, hogy hogy változnak a dolgok. Na és készült a videó, már megy a renderelés. Na jó, hogy üssük el az időt, kivételesen tanuljunk. Közben ki a franc ez a kopaszkóró? Miért jött át az ajtón? És mi a francot akar tőlem? És mi ez az óra? Ilyen sokáig tart a tanulás? Mit tanultam? Atomfizikát meg izét? Molnár Krisztián életvitelt? Jó, hogy barát felkérés. Aha. Jó, ezt mi érdemes elfogadni, oké. Okay. Főleg, mert jó lett a hangulatú miatta. Tanulás után viszont rögtön csináljunk videót. Igaz, hogy fél álomba voltunk, elaludtunk gameplay közben, de szerintem ez semmi probléma. Hát az értékelés nem valami jó. Elaludtam gameplay. Hát a második ember ki is szúrta, hogy fáradt vagyok. Hát igen, aki elaludt gameplay közben, az biztosan fáradt. Ettől még lehet videót csinálni. Amúgy gondolkodok, hogy még felmegy a videó, addig nem lehet valakivel beszélni. Nem tudjátok, hogy így még elütni az időt. Mondjuk Elisonnal. Nem! Miért nem engedi? Lehet addig skype-olni. Csak nem fog meghalni attól a gép. Közben karakterünk majd szétesik, szerintem olyan fáradt. Na, de kaptok egy pozitív értékelést. Azt, hogy a többi negatív, az már lényegtelen. Hát figyelj, vegyétek már figyelembe, hogy szó szerint álmodtam, ha valószínűleg oldalamra fordultam játék közben és horkoltam. Szóval ezt vegyétek már ilyen könnyítő tényezőnek, vagy hogy szokták ezt mondani. Na. Jó, most már tényleg rám fél az alvás. Kéve, hogyha jön kopasz kóró. Úristen, mi a franc ez? Ez az, anyu meg lehet, ez az, most már lehet aludni. Hát nem lehet aludni. Végre. Kellemes kiabás után pedig kicsit nézzünk szét a csatornán, mi a helyzet. Megtekintések, feliratkozók, ó, van minden, nagyon jó. Nézzünk statisztikákat. Aha, na ez egész életszerű, hogy itt. Itt pedig az értékeléseket láthatjátok. Ez olyan, mint az indító pult lenne. Tiszta jó. Jók ezek a nevek, mi? Igazán kreatív voltam a videók elnevezésével. Hálózatok, minden túró. Na de, lehet promózni is. Promotáljunk, nem erre, hanem erre kattintva. Igen, beszéljünk róla. Kell a nézettség, így van. Hirdessünk. Promózni, és hogy sikeresen promózunk, azt úgy lehet, hogyha minőségibbek lesznek a videók, ezért adjunk effekteket. Azt már nem lehet, igaz, hogy így a renderelés és feltöltés idő hosszabb lesz, de ahogy látom, azért a minőség, meg a szerkesztés, meg a tartalom, hú, mindjárt mindenbe szintet lépünk. Na jó van, mivel a halálnak sincs ennyi ideje várni, nézzük meg, milyen munkák vannak. Kertgondozás, újságkiszállítás, showshiner, van itt minden, micsoda álommelók. Hát az álommelósabb, mint a Sims-nek a kiegészítője. És biztos ez minden YouTube-osnak az álma is. Nem a nézettség, nem ez, hanem ezek a munkák. Így van. Na, de ideje lenne már a játékparkunkit bővíteni. Legyen ez a Counter-Strike-szerűség, nem licenszelt névvel. Valamint ez.
Jaj, de jó. Na, mégre már új játékaink lesznek. És mi ez? Már megint beröglött a számítógép. Ó, esküszöm, mindjárt bemegyek a monitorba, azt én javítom meg innen a játékot. Nem baj, teleport szerelő bácsi itt van. Most, hogy kész a számítógép, a játék azt akarja, hogy menjünk fel az IDEA boltba. Hát ötletek kellenek legalább. Ezek mi a francok? Milyen kiegészítők? Hát nekünk ez kell, ventilátor kell. Nem is egy, hanem legalább 8. Nem jó, nincs pénzünk. Hát akkor mi a francot vegyünk? Ne vagyunk égve, hagyjatok békén. Mondjuk is terrorizál itt jobbra-balra. Hogy el fogja venni a számítógépet. Hűha! Most nem lehet, most kaptam egy csomó játékot, most már lehet új gameplayeket gyártani. Közben nyomtam már egy kis studyingot is, mert kell ilyen is. Hoppá, és valaki követ? Na, végre valaki, aki érdekel is. És botot hagyom, amikor ott van. Na, x-eljük azt ki. Nem akarok tanulni, party. Ez az. Na egy kis változatosság. Hát kell öltözni. Minek? Jó ez a design. Ultramenő. Király. Ebben leszek a legmenőbb youtuber, az tuti. Na, menjünk. Indulhat a party. Hűha, ez aztán a komoly buli. Ez körülbelül olyan, mint a betépett kacsáknak a tánca. Kiszúrtuk egy lányt. Na, beszélgessünk is Catelynnel. Blablabla. Hát ez aztán, te tudsz aztán beszélni, öcsém. Ja, hogy ez én vagyok, bocsánat. Na, de fejlődés történik. Na, beszélgessünk, vagy mi fog történni. Szeretik a videóimat? Én is szeretlek-e? Ja, nem, most még nem tartunk ott. Hát folytatódik a beszélgetés is. Húha, ezt nagyon jól sikerült megnevettetnem, mert csak úgy fogja a hasát. Szerintem most mondtam el neki a drámai elszólásomat, amikor azt mondtam, hogy a munkavédelmi cipő feltörte a hátamat. De sajnos véget ér ez a buli is. És egyedül kell hazamennem, úgyhogy nem ittam eleget. És a csaj számát se tudom. Na de újra itt vagyunk a hétköznapokban. Viszont kaptunk egy értesítést, hogy C pluszt írtunk. Ez az. Király, igaz, én F pluszra számoltam, de se baj. Viszont ezért kapunk egy jó kis ölelést. Megérte tanulni. Közben most már fel lehet tölteni copyrightos tartalmakat is. De ezért viszont hoppá. Ezért már figyelmeztetés jár. Lehúznak ezek pénzzel teljesen. Az se baj, remélem az értékelésért, valamint a néző elégedettségért megérte. Érdemes megjegyezni, hogy egy idő után a számítógép már egyre többet fog elromlani, szóval a szerelő bácsit sűrűn fogjuk látni. De nem baj, mert szerelés közben is megy a feltöltés. De a számítógép szerelések ellenére sem állhat meg az élet, és átléptük a 10.000 feliratkozót! Ez pedig azt jelenti, hogy egy nagyon különleges videóval kell készülni. Vagyis kell egy olyan, hogy kihívjuk a kérdezők reakcióit. Ez az tuti tip. De meghívást kaptunk egy filmre. Nem baj, ott a helyünk. Igaz, hogy úgy fáradtak vagyunk, de semmi gond. Isabel kedvéért elmegyünk. Megpróbáljuk kicsípni magunkat, hogy tetszünk neki. Aztán reméljük minden jó lesz, és bejön az élet. Hát nekem ez nem filmbemutatónak tűnik, hanem egy múzeumi kiállítás-szerű. Mi a franc ez? Mi ez, játszótér egy múzeumba? Na se baj, menjünk valahova. Isabelt kéne megtalálni. Mindegy, mindjárt megtaláljuk. Addig, ki az? Beszélgessünk mondjuk vele. Ő ki a? Kicsoda? Aha. Az konkrét.
Szóval egybe tudnak olvadni az emberek. Az nem semmi azért. Na de se baj, beszélgessünk. Nem tudom, a diszkóban is vele beszélgettünk, vagy ő egy teljesen másik. Igazából nem vágom már a nevet, azt elfelejtettem, túl régen volt. Krista? Nem Krista volt az, akivel beszélgettem a diszkóban. Már nem vágom. Nem baj, most kiadom neki egy csomószor, beszélj. Ez mondjuk jó, mint a színző, mondom. Ki lehet adni több parancsot is egyszerre. Na, szuper, de már megjelentek új funkciók. Most már lehet ajándékot adni, meg flörtölni. Hűha. Nagyon jó haladunk. Egyre jobb lesz ez a játék. Most már kezdem érezni. Na, de lehet olyat is most már csinálni. Lehet vlogot rögzíteni. Na, nézzük meg, hogy ez hogy működik ez a funkció. Aha, ugyanúgy működik, mint a videó szerkesztés. És adjuk hozzá a dolgokat, kapjuk érte a pontokat. Beszélgessünk a dolgokról, meg fotózunk, meg meséljük el az élményeket. Na. És felvettem a videót, de jó. Szóval lehet feltölteni, hogy most ilyenkor mi van. Ja, majd otthon akkor biztosan. Addig ajándékozgassuk meg ezt a lányt. Most! Ja, hogy ezt egy pénzt kell fizetni! Assza! De ez miért nem tudatosult bennem? Akkor ezért ilyen kevés a pénzem. Aha! Na, de haladunk, most már meg lehet ölelni. Na, ez már nagyon jó jel. És... Ask for a date! Na, ez szuper! Na, mit fog mondani? Igen, nagyon jó! Randira hívtam egy csajt, úgyhogy... Tényleg most azt mondom, hogy ma vagyok az Randinak számít, hogy meghívott más. Érdekes ezt megfuttatás, mi? Ja, hogy itt errefelé is lehet tovább menni. Aha, itt a vörös szőnyeg, na. Ez az így fotózónak lényen totál húrt fáradtan. Így kerüljünk a kamerák meg a lapok keresztüzébe. Nem baj, lépjünk be. Maximum egy jót alszunk a vetítésen. Ja, hogy engem meg ez a csaj várt. Aha. Na, egész jó eddig. Üljünk le, és szerintem most aludjunk is egy sort. És nem egymás mellé szól jegyünk. What fuck? De kaptam egy jobb ajánlatot. 20 dolcsi cserébe gyorsabb internet csatlakozás. Hát az persze, hogy kell. Remélem gyorsabban fognak így feltöltődni a videók. Viszont a gyorsnet nem fog semmit se érni. Úgyhogy a számoltató gépünk nem fogja ezt túlélni. Most már körülbelül ott tart szerencsétlen gép, hogy már jótékony füst ott van. Már csodálom, hogy már a következő animáció nem az lesz, hogy felgyullad az egész, az leég a halálba az egész szoba. És még inkább kevésbé fog érni, hogy gyors az internetem, hogyha a kevés tanulás miatt anyu gondol egyet, és ellopja a monitort a francba. Igaz, hogy beakadt bennem, tehát vissza tudtam egy kicsit tartani, de ez azért nem megoldás. És monitor nélkül hogy utobozok? Elveszítem a nézőimet. Ígérem, tanulni fogok. Ez az, visszakaptam a monitort, köszönöm. Yeah! Jó van, tanulni fogok. Ja, nem. Na, folytassuk tovább, hol hagytuk abba? Közben a videózással szünetet tartva ismét eljött a moziba, Kathleen-nel találkozva. Hát igen, most már hogy mennek a dolgok, már én se tudom követni. De egyenlőre minden szép. És minden jó. Remélem így is marad. Hát te meg ki a franc vagy? Na, neked kocka neved. Viszont látásra. Na, de most már újra fel akarok tenni egy nagy kérdést. Na, vajon mi történik? Igen! Ez az, és ez most már azt jelenti, hogy most már egy randin vagyunk. Ez az, sikerült összehozni a karakterünket. Nagyon jó haladunk.
Ha így ilyen jó haladunk, akkor 6 órára elkészülök délután 6-ra a videóval, a folytatás pedig este 10 órakor egy másik portálon. Na de bekövetkezhet a világ legszebb dolga és a világ leggyönyörűbb szerelmi története? Most kiderül ebben a pillanatban. És ez az! Lehet pesgőt bontani! Ünneplés! Hát ez sokkal romantikusabb, mint a Titanic. Most pedig jöjjön. Ó, az igen! Srácok, azért fogjátok vissza magatokat. Más is van ottan. Ki tudja, hogy felveszik aztán, hova fogják ezt feltölteni. És ha már ilyen jó napunk van, akkor egy kis fotózás, mert hát sztárok vagyunk. Na, jó van már. Én híres vagyok, te nem vagy az. Úgyhogy neked csönd. Ja, hogy nekem már régen bent kellene lenni a moziterembe. Ja, mert engem ő hívott meg. Ő az a csaj, aki legelőször is. És akit másodszor is leráztam, és közben összejöttem mással. Nagy Don Juan lettem. Na de mielőtt sokan elkapcsolnának, és azt hinnék, hogy átmentem Izóra TV-be, nem. Mert a videózás megy tovább. Bár természetesen így nehezebben, hogy a számítógépem nem jó. Állandóan elromlik, és a szerelőt arrébb kell lögdösni. Viszont kaptam egy ajánlatot, hogy költözni. Érdemes lenne mondjuk egy ilyen koliba átmenni. Érdemes azért meggondolni. Jobb lenne például az internet kapcsolat, azért ez egy fontos dolog. Na jó, inkább maradok itthon. Viszont én szépen lassan befejezem ezt a játékot. Mielőtt a játék fejez be engemet. És inkább foglaljuk is össze a látottakat, hogy milyen élmény volt így első látásra játszani ezt a játékot. Grafikailag igazából teljesen rendben van. Tényleg azt tudom mondani, hogy viszonylag jó ki vannak dolgozva a karakterek. Igaz, akadnak egy-két érdekes része a játéknak. Például gondolok az egymáson átmenő emberkékre. Valamint észrevettem, hogy időnként be tudnak fagyni az egyes karakterek, de hát ez igazából már csak ilyen. A hangokkal kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy vicces azért a karakterünknek a beszéde. Ez a motyogás, meg ez a beszéd is szerintem vicces se sikerült. De maga a zene nagyon jó, kicsit nyugtató hatású. Az irányítással semmi probléma nem volt, a játék élmény pedig tényleg azt tudom mondani, hogy totál korrekt. El lehet lenni vele órákon át. Én magam is azt hiszem, hogy egy a másfél órát sikerült vele játszanom. Se jutnom egészen 16.000 vagy 17.000 feliratkozóig. Utána viszont már nem volt vele türelmem, hogy őszinte legyek. Egyrészt kifogyott a hely, másrészt pedig tényleg az ilyen játékokhoz sajnos nem vagyok elegendő türelemmel megáldva. A Sims-ről is mindig úgy játszottam, emlékszem rá, hogy egy ideig játszottam a család, utána valami újat akartam, tehát nem tudtam egy generációkon keresztül végigvinni. De tényleg azt tudom nektek mondani, hogy aki szeretné látni ezt a szimulátort, mindenképp érdemes kipróbálni. De köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat. A következő alkalommal találkozunk. Sziasztok!